Látod, ez a varázsló kertje. És ott a házban lakik a varázsló. És ott laknak a rablók is. A rablók a varázsló tanítványai és rabszolgái. Ők kimennek rabolni a városba. Ilyenkor mennek ki föld alatti utakon. A templom padlások bukkannak föl, és a toronykötélen ereszkednek le. Barna köpenyük alatt egy kis olajlámpát rejtegetnek, és övükre akasztva állorcot, tűrőket, pisztolyokat visznek. Csendesen lopóznak be a házokba, vagy az ablakokon másznak be. Kis csákányaik a pár pillanat alatt felkapaszkodnak az emeletes házak szobáinak nyitva hagyott sötét ablakain, és azután gyorsan a szekrényekbe bújnak. Senki, aki a házban lakik, észre nem veszi őket, és akkor már elhelyezkednek a ruhák és katuják között. Meggyújtják a kis lámpásaikat, és nesztelenül válnak. Várnak, míg mindenki le nem fekszik. És akkor kibújnak, végigjárják a szobákat, feltörik a zárakat, levágják a gyerekek fejét, és tőrüket ott hagyják az apák szívében. És elviszik a kincséket a varázslónak. Amíg a rablók távol vannak, a varázsló lefekszik a kertjébe. És akkor minden virág lánnyá változik, ő pedig hempereg a virágok között, még csak haza nem jönnek a rablók. És akkor átveszi a zsákmányt, elrakja a föld alatti raktáraiba, és aludni térnek mindannyian. És egész estig csendes, kihalt a ház. A szomszédok közül senki se tudja, hogy ki lakik itt.